501-est mehettél egy világbajnokságon, érdekes körülmények között, teszem hozzá, most az ezüstéremmel elégedett tudsz lenni? Egyébként nyerni szerettem volna nyilván, mert a Liza nincs itt, helyette egy másik új-zélandi lány van, akiről egyébként azt kell tudni, hogy egy nagyon ügyes lány, és kirakták az új-zélandi csapatból, mert amúgy elvileg 19-ben benne volt a négyesben, valamilyen nézeteltérés miatt kirakták, úgyhogy az elmúlt x hónapban erre a versenyre készült maximális, és nagyon nem meg akartam mutatni, hogy hát neki ott lett volna a helye, és ez látszott is. Hát nyilván én az elmúlt 6-7-ben azért eleve 2 hetet pihentem, és nem, most ez nem kifogás, mert amúgy egyébként nem mentem rossz pályát a körülményekhez képest, meg az adott állapotomhoz képest. Amúgy a célom az volt, hogy az Emma előtt érjek be, az nagyon, mert ő is ugye ő lett a harmadik kint. Ezt teljesítettem, úgyhogy igen, nyerni akartam, úgyhogy kicsit fáj, hogy megint megvert egy új-zélandi. De egyébként nem mondhatom azt, hogy ez valami nagyon, nagyon rossz pálya volt, mert amúgy nem. Ráadásul tényleg ez az év sok szempontból vízválasztó lehet, hiszen az olimpián is tudtál menni 501-es, most itt a világbajnokságon. Most hol tartasz azon az úton? Ugye mondtad, hogy fontos, hogy elhitt, hogy tudsz lenni a legjobb ebben a számban is. Nézd, dobogós vagyok 1-2-ben, szóval még mindig az a lány, csak az a lány van előttem, aki olimpián megvert. Úgyhogy szeretnék ezen az úton tovább menni. Nem szeretnék több ilyen fájdalmas lenni, ez jobban fájt, mint az olimpiai, vagy bármelyik. Ez most nagyon fájt. Nagyon rossz esett, de nem szeretnék több ilyen pályát, de nyilván a többire meg. Már azért máshogy készülünk. Még azért ma lesz egy pálya, a 4-es döntő. Igen. Ezek után ott mire lesz érdemes figyelni, hiszen tényleg itt bármi apróság is dönthet. Igen. Hát ott a fehér oroszok vannak, ugye ugyanaz a 4-es, mi az olimpián. Ezt azért meg kell nyerni, azt azért nagyon meg kéne. Akkor is, ha nekünk most más egységünk van. Annak örül. Az jobban fájna, ha azt nem nyernénk meg.